Lezárult a hat történelmi esték idei rendezvény sorozata. A záró előadást Padányi József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára tartotta péntek este. Az érdeklődők a vetített képes történelmi beszámoló során a Zrínyi családhoz köthető fegyverek terén végzett kutatás legújabb eredményeit ismerhették meg. Nem első alkalommal mutatta be a kutatómunkája gyümölcsét Padányi József a kanizsai közönségnek. Az egyetemi tanár hat történészek segítségével már 15 éve foglalkozik a Zrínyi család örökségével. Jelenleg a fegyvereik múltjáról és a sorsáról szeretnének minél többet megtudni. Nekem könnyű, mert óriások vállán állok, tehát olyan hat történészek támogatják ezt a munkát, akik a szakmájuk legjobbjai, neveket hagyni mondjak, nem akarok megbántani senkit. De az elmúlt években számos olyan helyen jártunk, Zágráb, Bécs, Csehország, illetve virtuálisan még az Egyesült Államokban is, ahová ezek a fegyverek elkerültek. Padányi József elmondta, egyáltalán nem könnyű rátalálni ezekre a fegyverekre, főleg mert a magyar hadtörténetírás sem dolgozta fel ezt a témakört. Az elmúlt két évben helyszíni bejárásokon, aukciós katalógusokon, valamint interneten keresztül próbálták beazonosítani, hogy a világ melyik pontjára kerülhettek a tárgyak. Én azt gondolom, hogy Zrínyi Miklós élete és kora már kellő távolságra van a mai naptól arra, hogy egyöntetűen mindenki tudja támogatni azt az örökséget, amit az ő és családjának az üzenete jelent. Én úgy tapasztalom, hogy van érdeklődés. A Zrínyi család olyan mélyen beírta magát a magyar, a horvát és Közép-Európa hadtörténelmébe, amelyet büszkén vállalhat bármelyik nemzet. Az előadás aktualitását Zrínyi Miklós hadvezér halálának 357. évfordulója adta.